A WCR rendszer kifinomulatlan technikája után a Philips más irányba indult tovább. Mire a WCR LP a boltokba került, már majdnem kész voltak az új kazettás megoldásukkal, a Video 2000-rel. 1979-ben mutatták be a berlini nemzetközi rádió kiállításon. The time is now. The company is Philips. And the system is the Video 2000. Az azonban nem tűnik észszerűnek, hogy az új, különálló formátum is a WCR logóját kapta az első években. Míg a kazettákat a már bevált audio kazetta után Video Compact kazettának nevezték el, a készüléket pedig Video 2000-nek. Ez nyilván zavaró lehetett néhány vevőnek, így nem is aratott sikert. Még annak ellenére sem, hogy a Philips minden eszközzel próbálta támogatni a kölcsönzést is. Legnagyobb piacai Hollandia, Svájc és Németország, de a 20% körüli piaci részesedést is csak kis ideig tudta tartani. A már közben piacra került VHS és Betamax kihívójának még úgy is nagy akadályokat kellett leküzdenie, hogy technikailag fejlettebb volt azoknál. Legfontosabb újításai a szalagzárt házban van, Dynamic Track Following, erről majd még lesz szó a későbbiekben, zajszűrő, go-to funkció, automata visszacsévélés, numerikus gombok a csatornákhoz és a programozáshoz, direct drive, vagyis különálló motorok az orsókhoz, billenő kapcsoló a törlés megakadályozására, kétoldalas kazetták. Ezek az első típus megjelenésétől már megtalálhatók a készülékekben. 1980-ban került a boltokba a VR2020, kb. 650 fontos áron. A második és a harmadik generáció már kapott infravörös távirányítót, sztereóhangot és XL felvételi módot, amivel 16 órára nőtt a maximum felvételi idő. A Video 2000 talán legkülönlegesebb ismertetője, hogy mindkét oldalára lehet rögzíteni. Ezt úgy érték el, hogy a szalagnak, mint a Magnó kazetta esetében, csak a felére rögzít. Nincs control track, ami a videófejeket a sávokra irányítja, helyette a videójel mellé rögzít segédjeleket, különböző frekvenciákban, és lejátszáskor ezekhez képest követi a videósávot. A videófejek képesek mozogni, és az érzékelt feszültséghez igazodni. Ezt a megoldást nevezték el Dynamic Track Following-nak. Miután az első modellek piacra kerültek, akkor derült ki, hogy a Grundig 2,4 mm-rel arrébb tette az audiófejeket, mint a Philips készülékekben van, így egymás felvételeinek lejátszásakor nem volt a hangszinkronban. Mindkettő cég 1,25 mm-rel arrébb tette a gyártósoron, de az első példányokban a hiba megmaradt. A Philips és a Grundig két különböző mechanikát használt. A Grundigé észszerű és olcsó volt, a Philipsé bonyolult és nehéz. A második és harmadik generációhoz a Philips kijavította a mechanikai hibáit, míg a Grundig végig magas hibaarányjal küzdött. A magnók mérete is drasztikusan csökkent a második és harmadik generációnál. Két készüléket tudok megmutatni, 1983-as modell mindkettő, második generációsok, mindkettő távirányítós lenne, de nincs meg a távirányítójuk. Nemrég kisebb javításon estek át, ekkor derült ki, hogy a 2340-esben van egy elem, ami kifolyt az óra panelére, ezért ilyen a kijelzője, de egy idő után helyre áll. Két kijelzője van, a felső csak az órához és a programozáshoz, az alsó a szalaghoz, helyzet, idő és számlálót mutat. Ezekben jelent meg először a szalag helyzetbemérése funkció, elég pontosan megmondja, hogy hol áll a szalag jelenleg, mennyi a maradék idő. Ezek a funkciók a 2333-asban is megtalálhatók, csak az óra helyén mutatja ezeket az információkat, és a Next gombbal lehet közöttük váltani. Hogy honnan tudja megállapítani a készülék, hogy milyen hosszú a szalag? Nos, a kazetta szélein
6 lúg található. Ez 6 érzékelő, amikor a kazetta be van helyezve a magnóba, akkor ezeknek az állapotából ítéli meg, hogy milyen hosszú a behelyezett szalag. A 2340-es lineáris stereo, vagyis hosszanti irányban veszi fel a két hangsávot. Két nyelvmód esetében a stereo hangból csak a bal vagy csak a jobb sávot játssza le a készülék. Mindkettőn lehetséges a hang felülírása az Audio Dab gombbal, ilyenkor a kép marad, csak a hangot cseréli. Hi-fi hang nincs a Video 2000-ben, mire ide jutott volna a fejlesztés, a formátumot megszüntették. A lassítás, gyorsítás, visszafelé lejátszás, képen való keresés meglepően jó minőségű, tiszta képet ad. Ezt a VHS csak évekkel később volt képes elérni. Miközben ezeket a felvételeket készítettem, előfordult néhány baki. Például rámutatott arra, hogy a kazettáknak van egy gyenge pontja. A szalag ragasztva van az orsókhoz a két végen. Egy fémszálnak kellene mutatnia a magnó számára, hogy elérte a szalagnak a végét, és fékezzen le. Amennyiben ez a fémszál nincs ott, úgy meg tudja rántani a szalagot, akár még a beméréskor is, hogy egyszerűen kitépi a helyéről. Van itt két kazetta, amit szintén kaptam, és úgy tűnik a doboz alapján, mintha gyári műsoros kazetták lennének. Hát az egyikben egy sima Grundig 2x4 órás kazetta van, a másik viszont úgy is van fölcímkézve, hogy gyári műsoros kazetta. Sajnos egyiken sem az az anyag van, amit vártam. Hát így jártam vele. Íme néhány felvétel ezekről a kazettákról. Des Bayerischen Rundfunks Kaspar R. Meyer und der Kameramann des Schweizer Fernsehens Mick Feuerstein haben sich zudem am Rheinfall, im Jura, Berner Oberland und Wallis umgesehen. Eigentlich gegeben, aber es ist dann doch immer spannend zu schauen, ob es auch so herausgekommen ist oder nicht. Er wirkt immer gleich jung. Seine alten Hits sind genauso beliebt wie seine neuesten Songs. Cliff Richard ist ein echter Profi im Showbusiness. Er beweist dies wieder einmal mehr in einem Konzert aus dem Hippodrom in London, das wir Ihnen nun zeigen. Bahnradspezialist Roland Königshofer hatten sich nach 6 Konkurrenzen an die zweite Stelle nach vorgeschoben. Links im Bild die weiterhin führenden Mercedes Sternitz und Nico Baracchi. Und was war hier zu tun? Man musste mit einem Putter einen Tennisball in einen Kübel hineingeben und, oder schupfen und der Partner die Partnerin weiterführen bis zu einem Kartenhaus, das noch nicht fertig geklebt war. Und jetzt ging es ums Kleben, wer das Geschickte macht und dann so fest alles zusammenklebt, dass man den Tisch damit in die Höhe heben kann. Und dabei hat der Roland Königshofer eine Technik entwickelt, die dann schließlich... Oh, war Monopokotaros. Etzer szólnom kéne már Veronikának. Na nézzük csak. A csúcsmodell a 2840-es volt, ami a 2340-es csak az XL móddal kiegészítve. Találtam információt egy 2870-es típusról, ami a 2840-es plusz a PCM hang, de valószínűleg ez már nem került piacra. 1984-től világossá vált a Philips számára, hogy a VHS nyert, és a piac egyre kisebb szeletét tudják csak uralni. A Video 2000 sosem támogatta az NTSC rendszert, Európa pedig nem elég nagy három formátumnak, így a 84-es katalógusukban már megjelentek a VHS készülékek, ami egy Panasonic készülék volt, csak Philips külsőben.
Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!